Több mint 3 milliárd forintnyi uniós támogatást fizethet vissza Magyarország a 24.20 szerint Homolya Róbert ügyében. Az Olaf nyomozása ugyanis két ügyben is súlyos összeférhetetlenséget talált. Ezt a fejlesztési tárca jelenlegi államtitkára bagatellügynek tartja. Az Olaf szerint az a gond, hogy ő korábban a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnél volt vezetőbeosztásban, egy ideig azonban közbeszerzési cégekben is volt érdekeltsége. Ezek azonban nagyon bagatellügyek. Már 2015-ben is írt az azóta megszüntetett Népszabadság arról az összeférhetetlenségről, amelyet az Olaf tárt fel Homolya Róberttel kapcsolatban. Lázár János akkor megvédte a 2015-ben még miniszteri biztosként dolgozó államtitkárt. Én jó régóta dolgozom Homolya kollégával, nem tapasztaltam a részéről elfogultságot, vagy hogy bárkinek az érdekében is bármikor bizott volna, és összeférhetetlenségre utaló jeleket sem tapasztaltam. Az Olaftól szeretném várni a konkrét bizonyítékokat. Mert a miniszterelnökséget vezető miniszter 2015-ben azzal érvelt, hogy tudomása szerint nincs időbeli átfedés Homolya Róbert cégeiben való tevékenysége és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnél betöltött alelnöki pozíciója között. A 24.hu azonban úgy tudja, van. A portál szerint az Olaf azt állapította meg, hogy a Székesfehérvári Szent István Múzeum és az Abátszalóki Önkormányzat projektjeiben Homolya Róbert akkor vett részt közbeszerzési tanácsadóként a cégein keresztül, amikor már az NFÜ elnök helyettese volt. Hadházi Ákos szerint azonban Székesfehérváron és Abátszalókon kívül Szekszárdnak is fel kell kerülnie a térképre. Az LMP társelnöke ugyanis azt mondja, az Eliósz ügy és a botrányos öveges program szekszárdi szála és az abban elindított nyomozás szintén érinti a Homolya Róbert által alapított céget és annak jogutódját. Tehát a Tiborcz ügyet egyetlen egy szálon nem zárta le a Port Péter ügyészsége, ez pedig éppen a Homolya Róbertet is érintő ügy, hiszen ez a Kft., ez Homolya Róbert által alapított Kft., és információink szerint most is van ehhez befolyása. A Fidesz frakció vezetője szerint a magyar ügyészség minden esetben vizsgálatot indít, ha az Olaf felveti bármilyen bűncselekmény vagy szabálytalanság gyanúját. Ha és amennyiben az Olaf úgy gondolja, hogy a magyar választási kampányban szeretne részt venni, akkor érdemes lenne magyar ismerősöket, barátokat találni, nekik egy pártot alapítani és részt venni a választási küzdelemben. A Transparency International szakértője azt mondja, a magyar közbeszerzési szabályok is tartalmaznak elemeket az összeférhetetlenség kiküszöbölésére, de ezeket évek óta nem veszik komolyan Magyarországon. Talán rendszer szintűnek is mondható, hogy nagyon sok esetben lehet sejteni összeférhetetlenséget az ajánlatkérők, az ajánlattevők, vagy akár az uniós projektek tervezői és ellenőrzői között. Ugyanakkor azt látni kell, hogy nehéz ezeket felderíteni, vagy sokszor rejtve maradnak. Az Olaf azt javasolja, hogy a Homolya Róberthez köthető két projekt után Magyarország 3,3 milliárd forintot fizessen vissza az uniónak.